Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt tehát a háttér, amelyben ma oktatási témákkal foglalkozunk. Először is megnézzük, hogy a ceglédi tankerület iskoláiban hogyan zárult ez a bizonyos 2019-2020-as tanév. Itt van velünk a tankerület igazgatója, Fodor Gábor. Nagy szeretettel köszöntelek, igazgató úr, szervusz! Szervusz, és én is szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Egy nagy sóhajtást produkálná nekünk, hogy hú, ez is megvolt. Ez is megvolt, így van. Azért ez nem akármilyen tanév volt, hát ilyen nem volt, még a tankerület történetében nyilván nem, de a magyar oktatási történetében sem túl sok ilyen tanév. Ma volt az első offline értekezetünk az igazgatókkal 3 hónap után. Akkor találkozhatok személyesen is. Így van, és hát azzal is kezdtem, hogy az elmúlt 40 évben, vagy az itt ülők tanári pályában biztos nem volt még ilyen tanév, hogy egy tanévet nagyjából az utolsó 3 hónapját digitális módon, home office-ban kell végigvinni úgy, hogy a módszertani váltást azt egy péntekről hétfőre terjedő hétvégén kell megtervezni, és azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam ezzel kapcsolatban, és nagyon jó érzésekkel köszöntem meg az igazgatóknak, és így között a pedagógusoknak is ezt a komoly munkát. Igen, hát ez egy olyan munka volt, amihez nagyon sok ember kellett, és nyilván kellett a tankerület, kellett a szakértelem, kellettek a pedagógusok, nagyon kellettek a diákok nyilván hozzá, és nagyon kellettek a szülők is. És az utóbbi csoportot nagyon kihangsúlyoznám, ugye az interneten, Facebookon ott rengeteg kommentet lehetett ezzel kapcsolatban olvasni az elmúlt hetekben, hónapokban, és hát sok olyan szülői véleményt láthattunk, ahol a szülők bevallották őszintén, töredelmesen, hogy hát ők nem is gondolták volna, hogy ez egy ilyen kemény történet, és most láttak bele abba, hogy mondjuk egy pedagógusnak mi munkája van alapban, ráadásul egy ilyen helyzetben meg nyilván sokkal több is. Nagyon nehéz megtalálni azt a finom egyensúlyt, hogy reális véleményt alkossunk erről a helyzetről, mert mindenki egy érzelmileg terített helyzetben van, a pedagógus is, meg a szülő is, illetve a tanuló is. Mi ezt megpróbáltuk objektívvé tenni. A tankerület, először a tankerületben tanító, vagy tanuló, vagy működő iskolák intézményvezetőjével, majd később aztán, iskoláról beszélünk. Később aztán egy országosan kiterjesztettük egy kérdéses vizsgálatot, aminek az eredményét itt tartom magam előtt, és az egyik ilyen kérdés erről szólt, hogy a szülőket felkészítetlen érte-e, illetve hogy most jöttek rá, hogy mekkora segítség a pedagógusok léte ebben a történetben, és mindenütt az összes kérdést nagyon pozitív, tehát igen válaszokat adtak, hogy igen, a szülőket váratlanul érte, felkészületlenül érte. Most szembesültek azzal, hogy mekkora munka az otthoni tanulás a gyereke mellett, és hát azt is beláttuk, és ez egy következő kérdés, meg ezt világította meg, hogy azért a családi háttér meghatározóvá válik, és itt nem csak az eszköz megléte, vagy fontos, nem léte, ugye, az is fontos. Ebben kellett segíteni egyébként? Tehát milyen volt szó, tehát itt igen. Gyakorlatilag 3 dolog történt. Ahol tudtunk segíteni, ott tabletet, vagy illetve hát laptopot, illetve iskolai számítógépet adtunk egy gyereknek, ez volt a kevesebb. Volt olyan, itt a kollégium volt ebben előjáró, ahol vásároltak 2 vagy 3 tabletet és adták át a gyerekeknek otthoni munkára, illetve hát maradt a postai úton történő kézbesítés, és ott is azért voltak ilyen gondok, például a közvetoros felhívta a posta figyelmét arra, hogy a papír is lehet fertőzött, hogy vajon bevállalják-e a kiszállítását. Így aztán volt olyan település, ahol az iskolából a takarítónők, illetve persze nem okozott ez komoly veszélyt, de volt olyan falu, ahol ezt az orvos megkérdezte, hogy kiviheti a postás a leckét. Semmiféle fertőzés nem történt semmilyen szinten, de az biztos, hogy a szülők beleláttak ebbe a munkába, és azért volt még egy réteg a szülőknek, ezek a pedagógus szülők. Tehát amellett, hogy a saját munkájukat végezték online módon a más diákjával, a saját gyermekével is kellett foglalkoznia, notabene tanítania. Így aztán ma azt állapíthattuk meg ezen a mai értekezeten, és ez így ki is mondódott, hogy digitális munkarend ide, otthon való munkavégzés oda, sokkal több felkészülést, sokkal több odafigyelést, és sokkal fárasztóbb munkát jelent ez a fajta tevékenység 2 okból.
Egyrészt, mert szétaprózódik az ember ideje. Persze. Tehát nem struktúrálja a munkahely és az óranend olyan szinten, mint benne az iskolában. Másrészt pedig óhatatlanul belefolyik az otthoni lét. Tehát akkor csak egy picit takarítani kell, csak kicsit el kell pakolni. Tehát kicsit, tehát hogy az egész nap elmegy a munkára és a tanításra és a korrepetálásra egyaránt, és ez bizony elfárasztotta a pedagógusokat. Ráadásul mindezt innovatív módon kellett tenni, tehát ki kellett tanulni a módszereket, olyan eszközöket, amelyek hát reményeik szerint segítettek a diákoknak. Alapvetően azt látjuk, hogy igen, mindenütt jól tudtuk zárni az évet, és ne felejtjük el, hogy volt egy érettség is ebben a szakaszban. Hát mindenképpen beszélünk, de még erre a témára visszatérve azért ugye nem csak a szülők döbbentek rá, hogy azért pedagógus milyen munkát végez, hanem a gyerekek maguk, és érdekes módon elkezdett nekik hiányozni a tanárbácsi, tanárnéni. Tehát ezt nem egyszer hangot is adtak ennek, hogy nem csak a társak hiányoznak, hanem a pedagógusok is hiányoznak így nekik, van, és ez valahol jó, nem? Ez egy jó élmény, még hogyha nehéz is. Nagyon szimbolikus volt az érettségi első napja az egyik gimnáziumban, ahová elmentem ellenőrizni, hogy minden rendben van-e, és ott rendesen, ahogy azt kellett, a járdára másfél méterenként felfestette a hivatal segélyt, hogy hova kell állni a gyereknek, azok odaálltak egymás mellé sorba. Tehát a másfél méter nem csak elő meg hátul érvényes, hanem körbe is kellett volna, és hát szólni kellett nekik, hogy gyerekek, távolságot kell egymástól tartani. Nagyon nehéz, mert hogy hónapokig nem voltak egymáshoz közel, és valóban így van, ahogy mondod, a pedagógusok hiánya is meglátszott, és hát nagyon szép ilyen üzenetek születtek itt, némelyik iskolának a saját videócsatornáján is üzentek a pedagógusoknak, hogy hiányoznak, és ez visszaverze is megtörtént. Tehát, hogy lett egy ilyen az emberi kapcsolatok fontosságát és a személyiség fontosságát megerősítő üzenete ennek a bezárt helyzetnek. Mindenből jót is ki lehet hozni egyébként, nyilván ebből a helyzetből is, de jó lenne, hogyha ez itt azért befejeződne most már, és a következő tanév már normálisan indulhatna. A tanév végén ugye június első vasárnapján pedagógus nap van, hát itt is azért voltak nagyívű elképzelések, hogy milyen ünnepség lesz majd idén a pedagógusok számára, aztán teljesen máshogy alakult. Nemrégiben láthattak egy nagyon aranyos videoklipet a kedves tévénézők is, amiben főszereplő voltál te is, és hát azt hiszem, hogy ez is egy fontos üzenet volt, de hát más módon is azért sikerült a pedagógusokat elismerni. Azt hiszem, hogy éppen ebben a stúdión beszéltünk még februárban arról, amikor a Ki mit tud zajlott a tankerületben, hogy majd a Ki mit tud győztesei gálakoncertje lesz a jutalma többek között a pedagógusoknak. A mi pedagógus napainknak most már van kialakult hagyománya. És akkor ebben a helyzetben, amikor kiderült, hogy nem fogunk tudni tartani olyan pedagógus napot, amit eddig terveztünk, arra gondoltunk, hogy megőrizni hagyományokat, és reflektálnunk kell a mostani helyzetre is. Hagyomány megőrzést úgy tudtuk megtenni, az eddigi díjainkat ismét kiadtuk. De alapítottunk egy újat is, a Szegedi Tankerületi Központ innovatív pedagógusa díjat, kifejezetten a digitális átállás kapcsán. Meg is fogjuk őrizni ezt a díjat a következőkben is, ezt évente egy pedagógus fogja kapni, aki digitális módszertanban jobban segíti a pedagógusokat, a diákokat, hatékonyan működik ebben. Idén is először ezt adtuk ki. Illetve hát nyilvánvaló, hogy a diákat személyesen szerettük volna átadni, viszont csak az a 12 ember, az átvevő meg az igazgatója vehetett részt ezen a rendezvényen. Ezért, és akkor jött egy virtuális része a pedagógus napnak, felvettük videóra ezt a ünnepséget, ezt közé tettük. Aztán a vezetőtársaim, a két főosztályvezető, a két osztályvezető és a négy osztályvezető külön-külön köszöntötte a pedagógusokat, és nagyon izgalmas volt, hiszen mindegyik szülő is egyben, tehát ilyen személyesre sikerült, és ennek érdekes, ennek a videónak a nézettsége is elérte az 1000-et, az azt jelenti, hogy majdnem minden pedagógus hozzá jutott ez az üzenet, és aztán a harmadik volt az, amiről te is említést tettél, örömmel térek erre a témára vissza, ez pedig a videoklip, amit hát több mint 5000-es nézettség fölött jár most már, és hát nagyon nagy sikere van, és a visszajelzések azok voltak, hogyha egy tanár, egy diák, egy tankerületi igazgató, egy tankerületi referens együtt tud énekelni a pedagógusok köszöntésére, annak azért erős üzenete van. Igen, igen. Úgyhogy ehelyről üzenjük a vírusnak, hogy nyugodtan leállhat, mert ebből még ha ő rosszat akart volna, akkor ebből csak csupa jó dolog született, és hogyha ezt nem szeretné, akkor inkább álljon le, de egyébként ezek a jó dolgok meg nem fognak megállni, én azt hiszem. Most nyilván van egy kis tacet, egy kis szünet, a diákoknak nyilván,
a előkészülő, a pedagógusoknak nem annyira, meg az előkészítőknek, hát nyilván a tankerület számára azért az a szünet jóval rövidebb, de nem tudom, lesz egy pici pihenésre idő azért? Nem. Nem. Valóban nem, és ezt most nem viccből mondom. Ugye úgy van, hogy a következő 6 hét arra készít föl minket, hogy az iskolákat felkészítsük a tanévre. Tehát most elkezdjük a tantárgyfelosztások, a pedagógiai programok, ugye NAT-ra való át, és pedagógiai programot át kell írni, helyi tanterveket újra kell gondolni, a költségvetést át kell gondolni, ugye a koronavírus járvány miatt volt egy kis visszafogás. Tehát 3 olyan területen, tantárgyfelosztás, pedagógiai program, költségvetés, nekünk előbb munkálatokat kell végezni, amit aztán az igazgatók, amikor jönnek be augusztus első hetétől kezdve folyamatosan egyenként, akkor átbeszéljük velük a tanév nyitásához szükséges lépéseket, feladatokat. Tehát ebből a szempontból nekünk nem nagyon lesz egységes leállás, nyilván ki elmegy a saját szabadságára, de ezzel nagyon komolyan szeretnénk most foglalkozni, mert ezek a feladatok ezek nem tudtak megvalósulni a tanév természetes rendje során. A másik, hogy új intézményeink is indulnak, és bár valószínűleg, hogy majd amikor a tanévnyitó háttérről beszélünk, erről majd többet fog beszélni, de most azért már bejelenthetjük, hogy engedélyt kaptunk egy zeneiskola indítására. A Nagykátai Zeneiskola tagintézménye levált az Erkelről, tehát Nagykátán új zeneiskola indult. Elindítjuk Ceglédbercelen az autista telephelyet, amely most már fölépült, már festik, már a bútorokat szerezzük be, augusztus közepén lesz átadva. Aztán szintén nagyon komoly munkák vannak a szakértői tevékenységekben, a bizottságok újraindításában. Ott például ugye teljesen álltak a vizsgálatok. Tehát diákok vizsgálatai, tehát azok most újra nyáron. Tehát személyes kapcsolatok kellene, találkozások kellene. Az aminek eddig van ez ajlania. Igen. Na lesz miről beszélni itt akkor néhány hét múlva. Mindjárt itt a nyár vége, nem akarok senkit elkeseríteni, kedves diákok, de igyekezzetek gyorsan nyaralni, mert mindjárt itt a nyár vége. Fodor Gábor tankerületi igazgatónak akkor köszönöm szépen a kis helyzetképet. Ha lesz idő, akkor jó pihenést kívánok, és akkor találkozzunk nem sokára. Köszönöm, és innen is szeretném megköszönni a pedagógusoknak és a intézményvezetőknek az egész éves áldozatos munkáját, és jó nyaralást és jó pihenést kívánok nekik is. Úgy legyen. Mi pedig nem sokára, szintén ebben a témában, az oktatás ügyben folytatjuk a hátteret.